egyedülálló tárlat fogadja mostantól az UP rendezvénytérbe érkezőket. A városnapi programsorozat részeként augusztus 29-én megnyílt ugyanis az az állandó emlékkiállítás, amely a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, nemzetművésze címmel kitüntetett Sinkó László életét és pályafutását mutatja be. A családi élet és a színészi karrier pillanatait felvillantó fényképek mellett ott sorakoznak a Halhatatlanok társaságába beválasztott kiváló művész személyes tárgyai és két jelmeze is. És hogy miért pont itt nálunk Újpesten? Azért, mert a két színész óriás, Sinkó László és testvére, Sinkovics Imre kötődése városunkhoz megkérdőjelezhetetlen. Hisz felmenői közül nagypapa évtizedeken keresztül itt dolgozott Újpesten. Hol lehetne hát méltóbb helye az emléktárgyak bemutatásának, mint itt, ahol más neves színvonalas és művészeti előadásoknak is helyt adó, és a közönség által is nagyon kedvelt rendezvényes színházterünkben. A kiállítás kezdeményezője a színész legenda lánya, a korábbi olimpikó ritmikus gimnasztika versenyző Sinkó Andrea volt, aki az édesapja emlékét ápoló alapítvány elnökeként látott munkához. Éveken át nem voltunk képesek arra, hogy a tárgyaihoz, emlékeihez hozzányúljunk. Amikor édesanyám 3 évvel ezelőtt követte őt az égi utakon, leánygyermekként rám hárult az a feladat, hogy mindkét szülőnk emlékeit, személyes tárgyait rendszerezzem. Amellett, hogy rengeteg szép emlékre leltem, életem egyik legnagyobb kihívásával találtam szembe magam, pedig a sport sok mindenre megtanított, megedzett. Viszont sok erőt adott az a gondolat, hogy talán egyszer lesz lehetőségem arra, hogy ezekből a kincsekből másoknak is megmutathassak pár darabot, és ehhez partnereket, kiállító helyet találjak. Most itt állhatok az Újpesti Rendezvényközpontban önökkel, és nem győzök elég hálás lenni, hogy ezen a csodálatos és modern helyszínen méltó otthonra talált a mögöttem látható kiállítás. Ezt követően Papp Gábor Zsigmond, Balázs Béla díjas filmrendező emlékezett, aki egy portréfilmet is készített a nagyszerű művészről, majd hivatalosan is megnyílt a Sinkó László Színházterem az UP rendezvénytérben. És hogy élte meg mindezt Sinkó Andrea? Meghatottság, hála, nem is tudom, milyen szavak jutnak eszembe. Az, hogy az egész kiállítás megvalósulhatott, és egy ilyen csodálatos helyen, mint az Újpesti Rendezvényközpont, egy ilyen csodálatos csapattal, akik engem ebben segítettek. Azt gondolom, hogy ahogy a kis beszédemben is elmondtam, édesapám biztos, hogy lát minket most föntről, és nagyon tetszik neki, amit csináltunk. És tetszik városunknak is, amelynek lakói mostantól tehát az UP rendezvénytér nyitvatartás idejében megtekinthetik a Sinkó László állandó emlékkiállítást is.